Na szevasztok! Szép napot mindenkinek! 2020. március 17-e van, a nagymamám születésnapja, úgyhogy mamuszkám, innen is nagyon boldog születésnapot kívánok neked. A 2019-es naptáram még mindig lóg, ahogy látjátok, ezt többen megjegyeztétek már. Az a helyzet, hogy nem létezik ebből a naptárból 2020-as, mint ebből a verzióban, ebből a fali naptárból. Decemberben is akartam már venni, meg januárban is akartam venni, egyszerűen nincsen. Tehát nem a mostani helyzet miatt nincsen, hanem egyszerűen nem létezik valamiért. Ha valaki tudja, hogy hol lehet ilyet kapni, akkor szóljon, lepjetek meg ezzel, addig marad a 2019-es. Na, 11. napja vagyunk most itthon, és egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút nem unalmas ez a házi önkéntes karantén. Tényleg nem. Mondjuk azt nem értem, hogy hogy lehet, hogy az egyik tasakban 8967 szemrizs van, a másikban pedig 8856. De az is lehet, hogy elszámoltam magam. Nem tudom, holnap majd újra kezdem. Igen, igen, loptam ezt a poént, a neten láttam én is, de szerintem zseniális. Na, a helyzet változatlan, ma nem hoztak semmilyen különösebb intézkedést itt Németországban, amiről be tudnék nektek számolni. A gyerekek azok napról napra korábban kelnek, ma 6:20-kor kezdtek el rajtam ugrálni. Viszont legalább napközben sem alszanak. De Ádina alszik egyébként egy órát, de Nátán az semmit nem alszik, úgyhogy nagyon hosszú minden nap. Írjátok meg, hogy ti hogyan kötitek le a gyerekeket, miket játszotok, adjunk egymásnak tippeket, hogy egy picit könnyebb legyen. Sokan kérdeztétek, hogy hogyan sikerült tegnap Adél első kenyérsütése. Gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális lett, tényleg, tehát hogy tudom, hogy most várjátok, hogy jöjjön valami poén, meg azt hiszitek, hogy ironizálok, de nem, tényleg nagyon finom lett, úgyhogy nyilván több idő, meg macerásabb, de mostantól szerintem mi ráállunk erre az itthoni kenyérsütésre, ezzel is legalább megspóroljuk a napi pékhez járást, hogy továbbra is minél kevesebb emberrel érintkezzünk. Arra gondoltam, hogy ma egy különleges napi istenes részt fogok csinálni nektek. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de én 6 éves korom óta versenyszerűen fociztam. Egy ideig konkrétan ezzel kerestem a pénzemet is. A mai életvitelem az sajnos már nem engedi meg, hogy hetente 3-szor járjak edzésre, hétvégén meg meccsre. Mondjuk a testem sem engedi ezt már meg, az aputestem. De nyilván továbbra is a kedvenc sportága, mint ahogy a legtöbb férfinek. Úgyhogy nagyon érdekel, hogy mit csinálnak jelenleg a profi focisták, így, hogy ugye szünetelnek a bajnokságok. Járnak-e edzeni, csak meccsek nincsenek, mindenki önszorgalomból edz otthon, egyáltalán befejezik-e például a Bundesligát, hogyha nem, akkor mi alapján döntik elő, ki lesz a bajnok. Szóval rengeteg kérdésem van. Éppen ezért ma délelőtt rácsörögtem Gulácsi Petire, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusára, akinek nagyon sok kérdést tettem fel, és aki nagyon érdekes dolgokat mondott el nekem, tényleg. Többek között az EB-ről is beszéltünk, hogy neki van-e valamilyen kis háttérinfója arról, hogy eltolják az EB-t, vagy mi lesz az EB-vel. Azóta ez ugye már hivatalos, el fogják tolni, ha még nem hallottátok. Jövőre, vagyis 2021-ben fogják megrendezni, ahogy a Copa Amerikát is. Illetve szintén azóta látott napvilágot, hogy a Bundesligát is érinti már a koronavírus, ugyanis a Hertha egyik játékosának pozitív lett sajnos a tesztje. Na, de akkor jöjjön a beszélgetésünk a jelenlegi legjobb, vagy egyik legjobb magyar focistával, a Bundesligában tényleg elképesztően sikeresen futballozó Gulácsi Petivel, aki jelenleg önkéntes házi karanténban van, akárcsak mi. Na, szia Peti! Szia, Bence! Na, ciao. Na, hát hogy vagytok? Kezdjük ezzel, nyilván most jelen pillanatban ez a legfontosabb, hogy ki hogy van, te jól vagy-e, család jól van-e? Mi hál' Isten jól vagyunk, itthon vagyunk most már 3 napja folyamatosan. De most a Bundesligát azt meddig szüneteltetik? Mi most a hivatalos döntés? A hivatalos verzió most április 2-ig. De hát, hogy most ez igazából ez így lesz, vagy nem így lesz, azt nem tudjuk. Mi azért abból indulunk ki, hogy április 2-án, vagy ugye nekünk 4-én lenne a bajnokink, azért még kérdéses, hogy itt pályára lehet lépni. Nálatok most mi a helyzet, nektek csak meccseitek nincsenek? És edzeni edzetek? Vagy hogy néznek ki a mindennapjaitól? Nem, nekünk most péntekig szünetünk van, tehát most elküldtek minket igazából ilyen, hát otthon maradásra, ugye arra ösztökéltek mindenkit, hogy ne hagyjuk el a házat, hogy csak a legfontosabb dolgokat, hogyha a városban bármit teendőnk van, akkor azt próbáljuk inkább elhalasztani, és a legfontosabb
dolgokat, ha patika, bank vagy ilyesmi van, akkor az, a maximum azokat intézzük, de egyébként péntekig nincs semmi, kaptunk egyéni edzéstervet. Én ma reggel voltam futni, a kertünkbe tudok erősíteni, és egyelőre ez van, pénteken lesz először edzésünk. Egyébként ez mindenkire rá van bízva, vagy egyénileg otthon szinten tartsa magát? Kaptunk edzéstervet, van pulzusóránk, amire minden nap az edzést azt fel kell tölteni az applikációba, szóval ők azért kontrollálják folyamatosan, hogy mi ezt megcsináljuk-e. De hát itt nem kell nagy dolgokra gondolni, ez egy ma reggel 45 perces futás volt, meg délután egy 30 perces erősítés, tehát ez mondjuk úgy, hogy belefér a napunkba. És ez mekkora visszaesés? Mert nyilván, amikor mondjuk elkezdtek készülni egy bajnokságra, akkor van, hogy hetekig készültök, nem? Meg hogyha mondjuk van egy játékos, aki mondjuk pár napra bajnokság közben kiesik, akkor már hétvégén nem biztos, hogy játszhat. Tehát ilyen szinten ez egy óriási kiesés. Ez majdnem hosszabb lesz lassan, mint a, vagy akár ki tudja meddig tart, mint a nyári szünet. Hogy fogjátok újra felvenni a fonalat? Vagy ez hogy néz ki ilyenkor? Hát, szerintem mi magunk se tudjuk igazából, mert most, hogyha ez marad, ez az április másodikai kezdés, amit ugye, ahogy beszéltük, ez nem tűnik túl reálisnak, akkor azt mondom, hogy mondjuk van benne egy hét olyan, ahol itthon edzegettünk, meg egyéni edzéstervet folytattunk, de hát muszáj lesz ugye elkezdeni a csapattal is edzeni akkor jövő héttől. Viszont, hogyha ez hosszabb szünet lesz, akkor meg ugye magával hozza a kérdést, hogy akkor lesz alapozás előtte, ki milyen formában. Mondom egyelőre, annyi van, ami fix, hogy április 2. a Bundesliga start, azt már az előrevetítették itt Németországban is, hogyha lesznek is mérkőzések, akkor azok az elején biztos, hogy zárt kapusak lesznek. Egyszerűen az a lényeg, ugye, amit probléma a futballban, hogy a legtöbb szerződés, illetve hát ugye alapvetően a szezon az mindig július 1-től kezdődik, így azok a szerződések, amik idén lejárnak, azok júni 30-áig tartanak, az újak ugye kezdődnek, tehát nem lehet a szezon túlnyújtani június 30-ánál. Tehát itt van az a nagy probléma, amit próbál mindenki ugye megoldani. Ezért jön szóba az Európa-bajnokságnak is az eltolása, mert hogyha sikerülne időt nyerni, mondjuk abban a júniusi időszakban be lehetne fejezni esetleg a szezont, akkor még ez így megoldható lenne. Ugye akkor a ez azt jelenti akkor, hogy akkor hirtelen több meccsetek lenne? Tehát akkor lehet, hogy hetente kettőt játszana mindenki? Én most láttam egy ilyen ötlettervezetet igazából itt Németországban, hogy még akkor is be lehetne fejezni a szezont Európa Ligával, Bajnokok Ligával, Német Kupával, hogyha május 1-ig most szünet lenne, az azt jelenti, hogy utána viszont ugye heti két meccs, tehát ez a szerda-szombat ritmusban folyamatosan hétvégén bajnoki meccsek, és hétközben meg a nemzetközi mérkőzések, de idő lenne rá, hogy június 30-áig minden meglegyen. Mi van akkor, hogyha nem fejezik be a bajnokságot? Ugye mondta az edződ, a Nagelsmann, hogy ő annak örülne, hogyha téli tabellát vennék alapul. Én nyilván remélem, hogy ez nem így lesz, mert Bayern végre megelőzött titeket, bocsánat. De hogy tényleg van erre esély, hogy mondjuk akkor a téli tabellát veszik, vagy a mostani jelenlegi állást veszik alapul, vagy erre van már bármi infód? Hát infom az nincsen, szerintem úgy most a Nagelsmannnak mondjuk a gondolatmenetét meg tudom érteni, mert... Nyilván, persze. Valamennyire igazság. Nem azért. Azért, mert hogy ott még akkor mindenkivel egyszer játszott. Ugye most a probléma azból lenne, hogyha most lefújják itt a bajnokságot, akkor ugye az nem egyenlő feltételeket teremt a klubok között. Ugye itt azért kiesésről, a bajnokok ligája indulásról, tehát rengeteg dologról kell ugye dönteni, és nyilván mindenkinek meg lenne a saját érvelése arra, hogy ez most miért jó, vagy miért nem jó. Mi ugye a télit azt most azonnal aláírnánk, de szerintem a mostanit is elfogadnánk, mert elég szoros a bajnokság. Most és harmadikok ugye, vagytok, ugye? Harmadikok vagyunk, igen, és most már a Leverkusen ott van a nyakunkon, tehát szerintem maga az, hogyha a bajnokok ligájáiről helyett azért bebiztosítanánk, az jó lenne. A bajnoki címnek nagyon örülnék. Egyébként figyelj, hogy ez milyen veszteség a kluboknak, tehát nektek szóltak már, hogy Petikém, lassan vissza kéne adni az autót, kicsit a fizuból is le fogunk csípni. Van valami ilyen? Nem, hát ilyen még nem volt. Nem tudom, igazából ezt nagyon nehéz megbecsülni szerintem jelenleg a kluboknak is. Ugye itt kérdés a szünetnek a hosszúsága, az, hogy utána ugye itt, hogy szurkolókkal, vagy nézőkkel, vagy nézők nélkül. Azért az biztos, hogy ez komoly csapás, főleg a kisebb kluboknak, akiknél ugye a hazai mérkőzésekből való bevétel, ahol a tévés pénzek azért nagyon nagy szerepet játszanak, ugye ott ez most teljesen kiesik, és azért ezeknél a kluboknál rengeteg
ember dolgozik ugye a pályán kívül is, tehát nem egy egyszerű szituáció. Ha viszont ugye újraindul a bajnokság, akkor kicsit úgy lehet ezt mondjuk szerintem anyagi szempontból felfogni, mint hogyha most egy előre hozott nyári szünetünk lett volna, hiszen ugye nyáron amúgy is áll a bajnokság, és most ebben a másik verzióban pedig valószínűleg akkor a nyarat végigjátszanak. Hogy telnek egyébként a napjaitok? Mit csináltok otthon? Feleséged egész nap a gyerekkel játszik, te meg fifázol, vagy mi történik otthon most? Fordítva, illetve hát nem fifázik. Nem, nekem most azért, hogy ez... Egyébként én örülök, hogy egy kicsit itthon lehetek, azért itt a foci rohanása mellett. Ugye a téli szünetben volt egy kicsi időm, azon kívül az, hogy én 48 órán keresztül mondjuk a családommal lehetek, az nekem most aranyat ért, tehát hogy ez ilyen az az ritka. És egyébként itthon vagyunk, főzök, mosok, takarítok, kiveszem a részemet a házi munkából, persze. Hát, amúgy is itt a versenyidőszakban nekem az nagyon sok energiám van, tehát hogy most így egyik pillanatra a másikra, ugye a szezon az most 2 hónapja indult, azért még nem azon a ponton vagyok, hogy fú, nekem most itt pihenőre lenne szükségem, hanem itthon akkor pörgök. A kisfiammal is sokkal több időt tudok tölteni, tehát ez így igazából próbálom a pozitív részét nézni a dolgoknak. Ettől függetlenül remélem, hogy hamarosan újraindul a bajnokság, de egy kis idő otthon azért az is nagyon jól tud tenni. Igen. Hát meg kell látni ebben a helyzetben a pozitívat, mert sok pozitív sajnos most jelen pillanatban tényleg nincsen, de talán ez az egyetlen, hogy egy picit több időt tudunk a családdal lenni. Egyébként nem is szoktál fifázni? Képzeld el, megvan a FIFA 19, FIFA 20 csomagolásban, tehát hogy kisebontottam. Nem, egyrészt nem vagyok ilyen PlayStation fan, nekem a csapattársaim most, én az nyáron 30 éves leszek, a csapattársaim azért inkább ilyen 20-21-22, ők tolják éjjel-nappal. Én inkább kimegyek, lenyírom a füvet a kertben, meg ilyesmi, hát ez kicsit már nyugdíjas tempóban nyomom be. Nekem sincs mindig idő, még én is nagyon ritkán játszom, egy haverom van, akivel sokat szoktam fifázni, de őt mindig nagyon csúnyan elverem. Nagyon csúnyan elverem. Figyelj, nekem igazából sokan nem tudják, nekem a fő bevételem nem az RTL-ből van, hanem belőle. Tehát, hogy mi pénzbe játszunk. Jó. Jó, hát ezt mondjuk akkor lehet átgondolom, hogyha itt esetleg a Red Bullnál szólnának, hogy anyagilag gondok vannak. Akkor vele játszál, vele igen, jó pénzt lehet keresni. Na jó van, Peti, hát köszi szépen, hogy időt szántál rám, és vigyázzatok magatokra, tényleg tartsátok ezt továbbra is, amíg tudjátok, minél kevesebb emberrel érintkezzetek, én mindenkinek tényleg ezt tanácsolom. És sok sikert nektek, BL-ben már 8-at döntő, ugye? Úgyhogy remélem, hogy mindenkit megvertek, kivéve a Bayern-t. Egy Bayern Lipcse döntőt szerintem te is aláírnál. Az jó lenne. Kívánom nektek, tényleg. Köszönjük szépen. Na, sok sikert. Köszi. Ciao. Szia, Bence.